sziasztok, üdvözöllek benneteket a Dunáról. Hát a GoPro kamerám nem bírja a hideget, így a Sony camcorderhez kellett fordulnom. Nem tudom, hogy ez meddig fogja bírni, de ezzel a 10 g-os vibrocsalimmal az előbb akasztottam egy 10-es körüli busát. Hál' Istennek, mivel a merítőhálom természetesen nincsen összeszerelve, a faroktőnél kézzel akartam kivenni, ki is akadt belőle a horog és elment, de ez jól van így, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök. Próbálkozom kősüllőt, harcsát szeretnék fogni értelemszerűen. Még kettő napon van horgászni, ez az egyik, és a holnapi a második, egyben befejező nap. Felszerelés, avató, horgászat, rögtön az első nap akasztottam vele halat, sajnos egy kabátos busa volt, egy Stradic 3000-es orsóval dolgozom, meg egy RBM DuraSense Medium Heavy Spinninggel, ez egy 730 g-os, 198 centis botja a Máténak. Iszonyatosan jó bot. Tehát én úgy gondolom, hogy 730 g ide vagy oda, ezzel a bottal akár jöhet nagy harcsa is, ez nem hiszem, hogy ellenfél lehet ennek a botnak, meg úgy amúgy ennek a felszerelésnek. 13-as Power Pro fonodzsinort használok főzsinórnak, és az előkén pedig egy jelenleg 25-ös Dragon fluorokarbon, amit lehet, hogy vastagabbra fogok cserélni. Ezt majd meglátjuk. Mindezek mellett használom az én kis vimbétemet is, ez 10 cm lebegő anyagú. Jelen pillanatban 12 g-os szintén Csétélursz gyártású cseburaskával, egy 5-0-as offset horgon. Ezt fogom még bevetni. És hát látjuk, hogy mi lesz. Na nézzük! Hát ez sajnos elment. Helyet változtattam. És az első dobásra jött egy hoho, hát egy frankó kis kősüllő. Egy frankó kis kősüllő. Megette. Most a svimbétet. Hát a csali. Itt a kis kősüllő. Szevasz! Éppen az egyik kollégával beszélgettem, amikor megint megütötte valami a gumit. Hát ez egy picike nemes. Ez egy pici nemes. Határozottan. Thank you.
átfáztam. Az az igazság, hogy ahogy helyet változtattam, rögtön volt ez a két akció, egy kis süllő, meg egy kis köves. Azóta nincsen semmi, itt közben mellém beállt egy kolléga, ő is akasztott egy kősüllőt, de lemaradt neki. Úgyhogy nekem van még egy kis dolgom, én most behajózok a kikötőbe, de holnap még egy utolsó pecát a nap valamely időszakában meg fogok ejteni. Hát mindenképpen azt mondom, hogy ezek az amerikai formában öntött swimbait csaliaim voltak a nyerők. Itt talán jobban látszik. Valamint ez a kis 10 g-os vibro csali, de ezt levettem, mert háromszor akadtam bele busába, és ezt én nem szeretem. Ez nem az én világom, nem az én pályám. Úgyhogy én most szerintem összerakodok, összepakolok, és a mai horgászatnak vége, de nem búcsúzom, mert holnap még egy teljes nap előttem van. Azt hiszem délelőtt nem nagyon fogok ráérni, úgyhogy délután meg este fogok horgászni pár órát, de mindenképpen kijövök. Következő a helyzet. Kijöttem, mert nagyon ki akartam jönni. Másnap ugye nem tudtam kijönni, nem érkeztem, volt dolgom, utána eltelt még egy kis idő. Ma jött el a pillanat, most szombat van, 15-e, amikor a felvételt csinálom, hogy kijöjjek horgászni. A túloldal ugye már védett terület, ott ugye vermelőhelyek vannak, úgyhogy azt találtam ki, mivel olyan köd van, amilyet nagyon-nagyon ritkán tapasztaltam eddigi életem során, konkrétan életveszélyes szerintem kint lenni a csónakkal, úgyhogy a parttól nem nagyon merek eltávolodni, nem is akarok, nincs is szándékomban, és messzire sem mentem a kikötőtől. Feljöttem egy kicsit Adony irányába, és itt az Adonyi Kulcsi oldalon a kövezések mentén keresek ilyen különböző töréseket, visszaforgókat, gyors, illetve lassú folyású részeket, ahol gumival fogok próbálkozni, meg mélyjáratú wobblerekkel, mindjárt megmutatom, hogy miket hoztam. Na most valami biztos, hogy van, mert megtépázta a kis csalimat, de hozzáteszem, hogy én ebből semmit nem éreztem. Tehát bedobtam, még rendben volt a cucc, kihoztam, már ilyen volt. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ki vagy mi lehetett. Minden esetre most újra csalizok, egy picit maradok még itt. Aztán az a tervem, hogy egy-egy helyen horgászok, mit tudom én, olyan negyed órát, fél órát, aztán fölhúzom a horgonyt, mélyáratú wobblerrel, ahogy csorgok lefele, keresgélem a lehetőségeimet, utána egy-egy jónak vélt helyen megint lehorgonyzok és próbálkozok gumival. Ugye két felszerelést hoztam magammal, most mind a két bot, ami nálam van, RBM pálca, tehát Máté botja. Rottbuilder Máté, keressétek a Facebookon. Az egyik ez a jól ismert, nevemre gyártott CT Lures RBM Next Grain X-Ray Neo pálca. Ez egy 60 g-os, nagyon-nagyon kemény, nagyon szigorú, hát ez egy harcsás pálca, az az igazság, meg nagy süllős pálca. Egy 4000-es Stradikkal van szerelve, és a másik cucc, ez új, ez az RBM DuraSense, ez egy 730 g-os, 198 centis pálca, ugyanaz, mint az a film első részében volt nálam, szintén a 3000-es Stradikkal és a 13-as vastagságú Power Pro zsinórral. Most vastag a fluorokarbon előke van fönt, 36-os méretűt gondoltam jónak.
Úgyhogy most ez a helyzet, elkezdek visszafele csorogni a Kulcsi kikötő irányába, és remélem, hogy tudok valamit felmutatni. Ám bár megmondom őszintén, nem érzem most azt a halfogós, nincs bennem az a halfogós érzés, de meglátjuk. Már csak azért is szeretném erőltetni a mai nap ezt a dolgot, mert itt a csónakos pecáknak, tudom, most szezon van, de nekem ki kell vennem ezt a csónakot a vízből, ki kell vennem a motort. A csónakon rengeteg tisztítani való van, meg fejleszteni való, csinálni való, úgyhogy ezt nem tudom a vizen megcsinálni, ezt csak otthoni körülmények között tudom elvégezni ezeket a munkákat. Ráfér egy éve vizen van, alaposan ki kell tisztítani, és egy megfrissült állapotban kerül majd tavasszal, február végén, március elején újra a vízre a kikötőben. Na, ne sokat beszéljünk, lássuk, hogy mit hoz nekünk ez a rendkívül ködös kora téli idő. Nézzük a wobblereket, mit hoztam magammal. Nem hiszem, hogy mindegyiket dobni fogom, úgyhogy lehet, hogy felesleges volt ennyit berakni a dobozba. Egy a lényeg, hogy saját wobblerekkel játszok ma. Leginkább őt szeretném dobni, a fehér Big Daddy-t. De hoztam ennek az SFC változatát is. Szeretném megpróbálni a Dingy Huntert egy-egy helyen. És a kis Minó wobbleremet, a Thunder Huntert. Őket szeretném próbára tenni a mai nap folyamán. Ezt a Big Daddy-t már ki is teszem a dobozból. Nem volt semmi itt ezen a helyen, úgyhogy fölteszem a wobblert, felhúzom a horgonyt, és elindulok lefelé. Hát srácok, nem vagyok elég kitartó most, mert bár a köd szemmel láthatólag kezd föl oszlani, de úgy átfáztam, hogy én szerintem befejezem a pecát, és szépen óvatosan hazamegyek. Nem sikerült halat fognom, de hát ilyen is van. Csónakos videó az szerintem az idén már nem lesz, de talán egy-két parti peca még bele fog férni az idei horgász repertoárba, úgyhogy, de ti ettől függetlenül menjetek, mert a horgászat és az egészség a legfontosabb, úgyhogy görbüljön, jó? Vigyázzatok magatokra is. Ha nem találkoznánk, akkor mindenkinek áldott békés ünnepeket kívánok, és boldog, sikeres új esztendő, békés új esztendő, mert ez nagyon fontos, hogy béke legyen körülöttünk, meg a lelkünk.